Szép estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Lábad televízió nézőit. E havi magazin műsorunkra rendkívüli helyszínekről fogunk jelentkezni. Elsőként itt állunk az orvosi rendelő udvarán, ahol javában zajlanak a felújítási munkálatok. Vendégem Lassú István polgármester, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen munkálatok is zajlanak most jelen pillanatban itt az építkezésen? A munka az két épületen folyik, az utcafronti épület felújítása az most már olyan 70%-os készültségi fokban áll. A tetőnek a cseréfedése folyik, és majd a padlástérnek a szigetelése. Az épület külső hőszigetelése részben van készen, és épp most az épület belsőben a linoleum burkolatoknak a megújítása folyik. A hideg burkolatok nagyjából elkészültek már. A villanyszerelő is még délután dolgozott, tehát nagy üzem van itt. De a nagyüzem ellenére dr. Csöndes Sándor a saját rendelőjében már a hét elejétől rendelhet, azt már a felújítás legnagyobb részében befejeztük. A GEG doktor úr pedig várhatóan talán a jövő hét elején közepén költözhet vissza majd a fogorvosi rendelőbe. Az utcafronti épületet azt szétszették a kivitelezők, most a felújítás, az összerakása zajlik. A tető hő- és vízszigetelési munkáival végeztek már az elmúlt héten. Most a belső kömüves munkák, ajtónyílásoknak a bontása, közfalbontás, ami zajlik, belső vízszerelés, fűtési rendszer korszerűsítés, új burkolatok kerülnek kialakításra, hiszen, ahogy beszéltünk róla már régebben, a védőnői rendelő átköltözik ennek az épületnek a két garázs részéből kialakított új védőnői rendelőbe, azért, mert a másik helyiség az nem volt alkalmas az eljárások miatt már a védőnői ellátásnak a biztosításához, tehát egy korszerűbb, nagyobb területen tudjuk már ezt az ellátást a következő hetekben, hónapokban biztosítani, mert hiszen a beruházás befejezésének a határideje az augusztus 20-a körül van, bízunk benne, hogy befejeződnek ezek a munkák, és visszaköltözhet mindenki már a régi saját helyére. Mekkora összegből sikerül mindezt megvalósítani az önkormányzatnak? Az építési beruházási költségrész az 54 millió forint, és eszközbeszerzésben két újraélesztő készülék az, amit vásárolni tudtunk, a két házi orvosi körzet kapja majd meg ezt a további használatra. Az önkormányzat saját erőt a beruházások annyiban igényel, amennyiben többletmunkák jelennek meg a tervezethez képest, de ilyenek egy ilyen beruházásnál mindig vannak. Tehát azt tervezzük és arra számítunk, hogy valószínű ehhez még az jelentős összeget kell hozzátenni a saját költségvetésünkből is. De gondolom már a falubeliek, illetve a házi orvosok és a védőnök is alig várják, hogy visszaköltözhessenek a megszépült épületbe. Hány évvel ezelőtt volt ez felújítva? Már elég régen ráfért. Hát újítgattuk ezt az épületet, tehát amióta én 90 óta polgármester vagyok, több alkalommal javítottunk, újítottunk valamiért föl, de ilyen generál felújítás az építés óta nem történt az épületen, sőt az udvari épület az valamikor idősek napközi otthonának készült, és a funkció mit igazából az akkori funkciónak feleltek meg a helység elosztások az épületen belül, tehát egy szükségmegoldásként került oda valamikor a kettes számú házi orvosi rendelő. Ezért fontos az, hogy most egy generál felújítással talán rendbe teszünk mindent, és abban bízunk, hogy nagyon hosszú távra gondolkodva nem kell hozzányúlnunk már az egészségügyi ellátórendszer épületeihez a következő 10-15 évben. Ez ugye a szigetelés is elkészül, ami talán költségcsökkentő tényezőként is fog szerepelni. Igen, mi is azon vagyunk, hogy a községi beruházások részeként mindig energia megtakarítást is megcélozzunk. Ugye a napelemrendszereknek a kialakítása a művelődési házon, a hivatalnak a tetején ezt a célt szolgálta. Az épületek külső hőszigetelése az iskolánál, az óvodánál is, itt ennél a két épületnél is ezt szolgálja. Itt annyiban tovább is lép, hogy a padlás tér is kap egy hőszigetelést, illetve a lapos tető a vízszigetelésen kívül egy hőszigetelő rendszerrel is még a lapos tető részben szigetelté válik. Tehát egészen biztos, hogy jelentős energia megtakarítást hoz majd ez a felújítás. A lapos tetős udvari épületben azért is, mert a fűtési rendszer is teljesen korszerűsítni fog. Igaz, hogy a másik épületben a saját költségvetésünkből tavaly előtt már elvégeztük, ott egy korszerű fűtési rendszer van. Vagyis arra számítunk, hogy a továbbiakban még az elmúlt évihez képest további 30-40%-kal csökkennek a fűtési költségeink. Köszönjük szépen, és akkor sétáljunk át egy másik helyszínre. A régi tűzoltó szertár előtt állunk, vendégem még mindig Lassú István polgármester. Beszélgessük egy kicsit a szennyvízberuházásról, hiszen a munkálatok jó ütemben zajlanak, illetve elsősorban a bekötésekről mit kell tudni, hány háztartást sikerült már bekötni. A településen 640 háztartás csatlakozott a beruházáshoz. Van egy-két új csatlakozónk is, mert akik eddig nem csatlakoztak, azoknak egy része most rájött arra, hogy valóban megvalósult a beruházás, tehát jó lenne, hogyha ráköthetnének. A 640-ből eddig 300-an hozták be a bejelentő nyomtatványt, ami szerint elvégezték a bekötést.
és a DRV ebből a 300-ból körülbelül 200-at vett át eddig, és ugye helyezett hivatalosan is üzembe. A bekötéseket folyamatosan lehet végezni a házaknál. A DRV ellenőrzés egy kicsit általában késik, egy-két nap, egy-két hét is lehet, de ez az üzemet nem zavarja, hiszen attól még a szennyvíz folyhat már, és igazából az ellenőrzéskor ahhoz sem nagyon ragaszkodik a DRV, hogyha késik, hogy a nyíltárok az valóban nyíltárok legyen, tehát a betemetik a csatlakozási pontokat, azt nem ásadta ki az előző napokban ezeknél az ellenőrzéseknél. Tehát jól haladunk ezzel a részsel a beruházásnak. Az a része egy kicsit problémás, hogy az átadási határidő, a teljes műszaki átadási határidő július 16-a, ugye az itt van a jövő héten. A beruházás látható volt már hetekkel ezelőtt, hogy akkora nem tud elkészülni, hanem egy várhatóan szeptemberi időpont az, amit a kivitelező most jelölt. Szeptember hónapra elkészülnek azok az összekötő szakaszok, amelyek még nincsenek készen. Nálunk ez a Kislábodi falu részben problémás, illetve a Lábot-Kislábodi összekötő szakaszon, ahol a magas talajvíz miatt kellett a munkákkal folyamatosan leállni. Talajvízszint csökkentés most is végzik, és várhatóan a jövő hét közepére, végére már talán ez is elkészül, és akkor a Kislábodi falu rész és a falu belső utcáinak egy része, ami eddig nem kötetett rá, ők is rákötetnek erre a beruházásra. Mi lehet akkor az új határidő, amire el fog készülni a beruházás, vagy átadásra kerülhet hivatalosan is? Hát most úgy néz ki, hogy szeptember közepe, szeptember 20-a. A társulási tanács a jövő héten tárgyalja ezt a határidőmódosítási kérelmet. Igazából én úgy látom, hogy nincs okunk nem elfogadni, hiszen olyan objektív körülmények hátráltatták a kivitelezést, amelyel a kivitelező sok mindent kezdeni nem tudott. Egyik oka már említett magas talajvíz, a másik pedig az EON-nak a problémája, vagyis az, hogy későn kötöttek rá az átemelőkre, és ez a késői rákötés ez nem tette lehetővé az átemelő szivattyúk beépítését és a rendszernek a korábbi üzembe helyezését. Tehát ez miatt úgy tűnik, hogy reális lehet ez a szeptember közepe. A beruházás kapcsán ugye helyreállítani is kell bizonyos útszakaszokat, illetve járda melletti területeket. Mit kell tudni erről, hogyan zajlanak ezek a munkák, kik is végzik ezeket? Szakaszosan zajlanak ezek a munkák, a vállalkozók végzik. Az út aszfaltozások nagy részével végeztek. Az Ady Endre utcai betonútnak a betonkocka cseréjét is elvégezték már az elmúlt időszakban. Ezek a munkák, amelyek a szennyvízberuházás követő helyreállítások, ezek a kivitelezőnek a költségén zajlanak az ő megrendelésére, de a helyi kivitelezővel megalapodtunk olyan útszakaszok javításán, és amelynek a költségét az önkormányzat viseli. Az Ady Endre utcában van egy ilyen hosszabb szakasz, ott a Ganz cégnek a portája előtti, az egy 33 méteres útszakasz, ami 1,5 millió forintjába fog kerülni az önkormányzatnak ennek a helyreállítása. És ugye arra a problémára mutat rá, amit eddig is fölismertünk, csak nem tudtunk kezelni, hogy a teherszállító vállalkozók túlságosan terhelik a lakókörnyezetet, az utakat és a maguk portáját, a vízelvezető rendszereket. Ezért éppen az önkormányzat ezt a területet, ami most a kivitelezőnek a telephelye, tervezi majd a munkák után átalakítani egy olyan telephelyé, amelyre a fuvarozó vállalkozókat befogadhatja, bérleti díj nélkül, őrzött védett kapus rendszerben, mert azt szeretnénk, hogyha most ezzel a beruházási helyreállítással megszűnnének ezek az útáruk problémák, és ezek az árufuvarozók itt ezen a telephelyen lennének, és nem a maguk lakókörnyezetét terhelnék, és ugye tennék tönkre azokat az útterületeket, amiket drága pénzen kell az önkormányzatnak javítani. Itt most a telephely mellett a Kisbelcsény utcának is folyik a köves helyreállítása. Itt is a kivitelező megtette a magáét, tehát az árkos sávos helyreállítást elvégezte. Mi egy az általa rendelkezésre bocsátott kőből most adunk egy fejelést ennek az utcának, és Ranka István, egy nagykorpádi vállalkozó végzi ennek az útnak a fedését. Na most rengeteg problémánk van a helyreállítással. Én elkezdtem bejárni a falut, tehát minden utcájának minden nyomvonalán végig fog menni a következő napokban, a felével se végeztem, és ezen a szemlén összeírjuk azokat a hibákat, úthibákat, járdahibákat, híthibákat, amelyeket a kivitelezőnek javítania kell. Ennek egy részét most már ismételten eljuttattam e-mailben a múlt héten hozzájuk. Ők ezeket felülvizsgálják, és remélem, hogy a jóváhagyás után javítani fogják ezeket. És hát arra kértem a lakókat is, hogy jelezzék felénk ezeket a gondokat, jelzik is nagyon sokan, ezeket is továbbítjuk a kivitelező felé, és most is ezt kérem a lakóktól. Ha gondjuk van, akkor felénk jelezzék, elsősorban mi közvetítjük a kivitelező felé, és ha jogos a kérés, akkor ellenőrizni is fogjuk a helyreállítási munkákat. Köszönjük szépen a tájékoztatást, sétáljunk át egy újabb helyszínre. Sétáljunk tovább.
A régi tűzoltó szertár után átsétáltunk a sportöltözőhöz, ahol szintén dolgoznak, folyamatban van a beruházás. Mit kell tudni erről? Ugye a külső szigetelés már nagyjából megkapta az épület. Igen, az önkormányzat a Lábodi Medo Sport Egyesület együttműködési megállapodás kötött a sport létesítmény használatáról. Tulajdonképpen kisebb munkat mi is elvégzünk itt, kaszálásokat, karbantartásokat, de a működtetője az épületnek és a pályának a sportegyesület, amely az elmúlt években TAO támogatásból rendkívül nagy összegeket nyert el arra, hogy megújítsa, felújítsa a sportpályát és a sportöltözőt. A öltöző felújításának most egy következő fázisában vagyunk. Ugye az elmúlt években elkészült a belső melegvizes rendszer, elkészültek a belső csempeburkolatok, egy toldás került az épülethez egy vizes blokkal, WC blokkal. Mostani támogatás lehetőséget nyújt arra, hogy az épület külső hőszigetelése készüljön el, egy belső központi fűtésrendszer épüljön ki, és a falnak a víz szigetelése elkészüljön. Ezek a munkák, amik most pillanatnyilag itt folynak, illetve folytak, és elkészülnek majd a következő hetekben. Futola Ős a sportegyesület elnöke, neki vannak nagy érdemei abban, hogy ezt a támogatást évek óta siker az egyesületnek elnyerni, és hát az ő irányításával, szervezésével zajlanak itt a sportegyesületnél ezek a munkák. A napokban érkezni fognak az új kispadok, amelyeknek az alapját éppen most a héten készítettük el, és hát a jövő héten megkezdik az épület belső fűtési rendszerének a kialakítását is. Soltatlanul meg kell kérdeznem, hogy áll a csapat? A csapat nagyon jól áll, azért áll jól, mert nagyon sok játékosa van, a fontos pedig az nekünk, hogy nagyon sok sportszerető fiatal jöjjön ide a Lábodi Medo Sportegyesülethez. Ugye fontos az is, hogy megtalálják a maguk örömét, a játékot és a maguk társaságát, az pedig külön öröm és szerencse most, hogy ezek a játékosok túlnyomó többségben, csak nem 100%-ban lábodi játékosok, hiszen az elmúlt években a lábodiak sorban kiszorultak, kikerültek a csapatokból. Ahogy kerültünk följebb a megye 2, megye 1 osztályba, a játéktudásban, a kötelezettségvállalásban ők nem vállaltak annyit, hogy rendszeresen vállalták volna az edzésmunkát és a versenyezést. Ez itt a csapat jelentős mértékben vidéki játékosokból tevődött össze, most volt egy nagy váltás. Igaz, hogy ez egy ilyen katarzis jellegű váltás volt, hiszen a megye 2-ből vissza kellett lépnünk, de megalakult és működik most egy rendkívül jó járási csapat, egy összetartó jó járási csapat, és hát abban bízunk, hogy az ő örömüket megtalálva a játékban kerülnek majd följebb is a maguk tehetsége szerint. Az önkormányzat az ő szereplésüket is nyilvánvaló támogatja, ahogy eddig is tette, a sportegyesületet támogatta a következő években is. És mondhatjuk azt, hogy egy nagyon kulturált épület fogadja majd az ide látogatókat, illetve a játékosokat. Lesz egy valamiféle avató ünnepség, vagy egy barátságos mérkőzés keretében lesz-e felavatva ez az épület? Hát ezt még nem tudom, az egyesület majd eldönti, hogy lesz ez, és hát valóban egy megújult épület, egy megújított pályakörnyezet a külső és a belső pályával, fogadja majd itt a sportolni vágyokat, és lesz majd olyan esemény itt, ami kvázi lehetne majd egy avató ünnepség is, hiszen vendégeket vár ide a Lábodi Medo Sportegyesület. A horvátországi Herezsin településnek a labdarúgó csapatában van egy ilyen sportbaráti kapcsolat. A mi egyesületünk volt kint tavaly náluk, és őket várják majd vissza augusztusban egy barátságos edzőmérkőzésre. Hát lehet, hogy addigra minden elkészül, és az lehet majd egy avató ünnepsége is ennek a mostani idei nyári felújításnak. Köszönjük szépen, és akkor kívánjuk, hogy akkor legyen egy ilyen avató ünnepség, és menjünk tovább. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Még mielőtt folytatnánk a beszélgetést Lassó István polgármester úrral a beruházásokról, egy kicsit tekintsünk ki a Szőlőhegybe, hiszen a Szent János kegyhelynél tartottak megemlékezést, hosszú éves hagyomány az idei évben hogyan zajlott? Ebben az évben is a Lábodi Legényegylet volt a programnak a szervezője, úgy, ahogy az emlékhelynek a készítője és kitalálója is volt. Tulajdonképpen minden évben a babevő Szent János ünnepén találkozunk ott kint, hívjuk a lábodiakat, de többségében inkább az egylet tagjai vannak ott jelen. Arra, hogy egy kicsit együtt legyünk, kicsit együtt gondolkodjunk, megemlékezzünk a régi egylettársakról, megemlékezzünk a Szőlőhegyről, annak a jelentőségéről, és megemlékezzünk egyáltalán a babevő Szent János emlékéről. Örömünkre szolgál az, hogy ebben az évben is a lelkész asszony és a plébános úr is részese volt ennek a megemlékezésnek, ennek a kis ünnepségnek, eljöttek és elfogadták a meghívást.
és hát ilyenkor természetesen a megemlékezés után valahol leülünk, valahol összejövünk. Ebben az évben az Egyesület elnökének, Herman Lászlónak a pincéjénél ültünk le, és hát elfogyasztottunk egy aktuális baggulyást, és egy rövid beszélgetéssel zártuk ezt a napot, amely nagyon jó időben és nagyon kellemesen zajlott. Köszönjük szépen, akkor folytassuk egy újabb beruházási helyszínen. Egy újabb helyszínre érkeztünk, itt vagyunk az iskola melletti járdán, Lassú István polgármester úrtól. Kérdezem, hogy milyen munkálatok zajlanak itt, amiért itt a járda mellett kicsit veszélyessé válik a közlekedés? A szennyvízberuházást követően megsüllyedt az iskola utcai járda. Ennek a javításának csak úgy van értelme, ha megtámasztjuk a rézsüt. Rézsű megtámasztásának egyik lehetőség, hogy leburkoljuk ezt az árokszakaszt. A közúti igazgatóságtól kértünk ez engedélyt, amit most kaptunk meg, ezért a munkát most elkezdtük, és a szennyvíz kivitelezővel együttműködve most egy burkolt árokszakasz alakul ki itt a járda melletti részen, azt követően kijavítjuk majd a járdát, és reméljük, hogy egy tartós állapotnak fog itt majd ez a jövőben megmaradni. Nem parkoló lesz, mert sokan azt hiszik, hogy parkoló lesz. A közúti igazgatóság parkoló kialakítását nem engedélyezte, tehát itt továbbra sem, mert eddig sem lehetett volna igazából parkolni. Parkolóként nem lehet használni ezt az út melletti részt. Kimondottan a csapadékvizek elvezetés és a járdának a megtámasztása a cél ezzel a munkával. Kik végzik ezeket a munkálatokat? Hát a munkákat a közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozók végzik, a kivitelezőnek, a Szabadics ZRT munkatársainak a együttműködésével. Itt dolgoznak, és a falu más területén többnyire ároktisztítási munkákat, kaszálási munkákat és közterületes papírhulladékszedés, szemétszedési munkákat végeznek, illetve a beruházásokon, amik folynak a településen pillanatnyilag, ott a szemételtakarítási és egyéb ilyen kisegítő tevékenységet látják el most ebben az évben a közmunkásaink. Hányan vannak ők nagyságrendileg? Hát közel most 50-en vannak bent az önkormányzat foglalkoztási körében, és ezt a létszámot tervezzük csak nem az év végéig végigvinni. És meg annyi munka mellett, amikről már beszélgettünk, egy kicsit a szórakozás is előtérbe kerül júliusban, hiszen ugye falunapra kerül sor nem sokára. Mit kell tudni erről a programról? Hát ebben az évben előre hoztuk augusztus végéről, tehát most a jövő héten, július 18-án szombaton kerül sor a falunapra. A program hagyományos lesz, egy találkozás, egy beszélgetés, egy kellemes szombati nap, egy kis színpadi műsor gyerekeknek, egy játszóudvar az óvodának az udvarában, mert ebben az évben más helyszínen, a művelődési ház udvarában rendezzük meg az idei falunapunkat. Az elmúlt évben is ezzel már próbálkoztunk. Azért hoztuk be a kis erdei parkból, mert itt biztonságosabb a megrendezése, a művelődési ház épülete, az eső vagy rossz idő esetén nagy biztonságot a programoknak. Bízom, hogy nagyon sokan jönnek el a településre, és nézik meg ezt a falunapi műsort, a falunapi programot, és hát jó érzik magukat egymással itt ezen a szép szombati napon. Hát kívánom, hogy jó idő legyen, és minél többen legyenek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Több mint 700 résztvevője volt az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének 2015-ben. 22 év után ismét Somogy megyében került lebonyolításra a kétnapos program, melynek keretében a lávadi vadászerdészet legszebb, legpatinásabb múlttal rendelkező vadászházait is megtekinthették az Egyesület tagjai. A minden évben megrendezésre kerülő erdészeti vándorgyűlések hagyományosan kétnaposak. Az első nap a szakmáé, a látnivalóké, a helyi érdekességeké. A Sefag ZRT összesen 7 szakmai programmal várta a Kaposvárra érkező több mint 700 erdészt, akik az ország különböző részeiről látogattak el Somogyba. A 7 program közül 6 valamilyen szinten Kaposvárhoz és a Zselichez kötődik, egy pedig vadgazdálkodás és turizmus lábodon címmel belső Somogyba csalogatta az érdeklődőket. Az Országos Erdészeti Egyesületet 149 évvel ezelőtt alapították, melynek ma már nem csak országhatáron belül élő szakemberek a tagjai. Az Országos Erdészeti Egyesületről annyit kell tudni, hogy 1866-ban alakult, jövő évben fogjuk a 150 éves évfordulót ünnepelni, jelenleg 3500 fő a tagja. Az Erdészeti Egyesületnek a tagjai, az erdészeti szakemberek, vadgazdálkodási szakemberek, természetvédelmi szakemberek, faiparban dolgozó vagy dolgozott kollégák, az erdészeti szakiskoláknak a tanulói és a külhonban dolgozó erdészeti magyar szakemberek. A vándorgyűlés 146. alkalommal került megrendezésre Somogy megyében, melyet 6 különböző helyszínen tartottak.
Az ünnepi közgyűlésnek Kaposvár adott otthont, míg a szakmai programoknak a Rinyamenti térség legszebb erdei iskolái, vadászházai. A vándorgyűlés 22 évvel ezelőtt, 1993-ban már járt Somogy megyében, akkor is az egyik helyszín Lábod volt, akkor az erdőgazdálkodási területnek az ismérveit mutattuk be, a telepítéseket mutattuk meg a kedves vendégeinknek, jelen pillanatban a vadgazdálkodással kapcsolatos helyszíneket fogjuk bejárni, és az nyilván nagymúltú lábodi vadászatról fogunk ismertetőt nyújtani a kollégáknak. A kollégák különböző helyszínekről jönnek az ország minden területéről, nyilván különböző tájegységeken, különböző problémákkal szembesülnek, különböző eredményeket tudnak elérni úgy az erdőgazdaság területén, mint a vadgazdálkodás területén. Reméljük, hogy a mai napot pozitívan és kellő kiszolgálással tudjuk nyújtani nekik. A Sefag ZRT által rendezett programnak többszörös célja volt. Hát mi elsősorban egy időutazásra szeretnénk invitálni a vendégeinket, ami azt jelenti, hogy most a Petesmalmi Vadászháznál korabeli fotókkal próbáljuk bemutatni a 60-as, 70-es, 80-as évek vadgazdálkodását, utána pedig a Petesmalom Nagysalér Szijágy turisztikai tengelyt végjárva bemutatjuk a Nagysaléri Vadászházat, az újjáépült Nagysaléri Vadászházat, illetve a Szijágyi Erdei Iskolát. Ezeken keresztül szeretnénk betekintést mutatni a vendégeinknek az itt folyó vadgazdálkodásról és munkáról. A Petesmalmi Vadászház Studinka Lászlóról elnevezett természetismereti központ is egyben, melyet 2012-ben újított fel a cég. Az ide látogatók láthatnak egy emlékszobát, ami tulajdonképpen csak Studinka Lászlóról szól, az ő általa készített fényképekkel, az ő általa készített korabeli leírásokkal és egyebekkel, ezen kívül pedig van egy közösségi terem, amely nyilván arra alkalmas, hogy ott bármilyen foglalkoztatás vagy bemutatás létrejöhessen, akár gyerekek, akár felnőttek számára. Ezt tudjuk biztosítani Petesmalomban, nyilván ez egy nagyon szép erdei környezetben található ez a vadászház, egy tó fölé nyúló filagóriával, a közelben található vidraparkkal, úgyhogy ez mindenki számára biztos egy nagy élmény, aki ide látogat. A Lábodi Vadgazdaság központja Nagysallér, ahol elsősorban a 2014-ben átadott vadászházat tekintették meg az egyesület tagjai. A fő látványosság egyrészt a Nagysalléri Vadászház, amely egy 13 szobás korunk minden igényét kielégítő vadászház, illetve a Vadaspark, amely a gyerekek számára enged betekintést abba, hogy megismerjék az itt megtalálható kérődző vadfajokat. A cég büszkén mutatta be a Szijágy, Nagysallér, Petesmalom turisztikai tengely állomásait, hiszen az elmúlt időszakban jelentős anyagi ráfordítással valamennyi épület megújult. A Sefag ZRT életében azért nagyon fontos momentum volt ez a mai napi 2015-ös vándorgyűlés lábodi programja, mert 2004 óta a lábodi vadgazdálkodás a Sefag ZRT keretein belül folyik, és mára a Sefag ZRT közreműködésével már valamennyi pusztulásra ítélt nagymúltú épület megújult a lábodi vadászterületen. A Petesmalmi és a Nagysalléri vadászházak rendbetétele mellett a Szijágyi Erdei Iskola is kibővült az elmúlt időszakban. Korábban felújításra, megújításra került a Szijágyi Erdei Iskola épülete, ami 2010-ben egy tantalmi épület együttessel bővült, egészült ki. 2012-ben sikerült a Petesmalmi Vadászházat Studinka természetismereti központként újjáépítenünk. Ezt követően 2013-ban megépült ez a csodás vadászház itt mögöttünk, a Nagysalléri Vadászház, és az idén elkészült a még átadásra váró Nagysalléri helytörténeti és vadászati kiállítás épülete is. Na, azért fontos ez a mai nap, mert mindezeket az eredményeket az ideérkező erdész kollégáknak, az ideérkező látogatóknak a mai napon be tudtuk mutatni, és büszkén vállaljuk az elmúlt néhány évben végzett tevékenységünket. A kétnapos vándorgyűlés egy ünnepi közgyűléssel ért véget, melyen Parkóczi István, a Sefag ZRT vezérigazgatója, Bedő Albert emlékérmet kapott munkája elismeréséért. Éjszakai ragadozók mégis sokan kíváncsiak rájuk. Ali, Luca, Ábel, Dana és a legkisebb Bendegúz. Ők a Petesmalmi Vidrapark lakói, akik egyre népszerűbbek az állatbarátok körében.
Belső Somogyban ez az egyetlen olyan természetvédelem alatt álló, turisták által is látogatható tórendszer, ahol a védett növények és állatok megtekintése mellett különféle szabadidős tevékenységeket is végezhetnek az ide látogatók. A Petesmalmi Vidra Park egy szabadidő parkként működik, lehet horgászni, ott a horgásztó, aztán lehet akár szalonnát sütni, bográcsolni, sőt, kaptunk most egy új épületet. Ennek a hivatalos átadása még nem történt meg, de kemence, sparhelt, melegítő és egy hatalmas nagy kiülő, tehát baráti társaságok is nyugodtan igénybe vehetik. A Petesmalmi Vidra Park 1998-ban nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. A látogatók számára 2005-ben egy tanösvényt is kialakítottak a parkban, amely azóta szintén közkedvelté vált a természetkedvelők körében. Van egy 2,5 kilométeres tanösvényünk, ez teljesen körbe a halastavak élővilágához vezet ki. Madár megfigyelő kunyhokkal találkoznak az ide látogató emberek, ahol a természet zavarása nélkül tudják megfigyelni az ott élő madarakat, állatokat. Beülnek a nátkunyhóba, ami a tó közepéig nyúlik majdnem be, és ez tulajdonképpen egy nagyon klassz kis madár megfigyelést tudnak csinálni. És nem véletlenül nevezik a területet Vidra Parknak. Jelenleg 5 vidrát gondoz Balogh Márta, akinek párja is segít az állatok etetésében, no és persze játékra is kapható Töreki Tamás. Kint a szabad területen több 10-14 él, de mivel ők éjszakai ragadozók, így odakint a kedves ide látogató ember nem láthatja őket. Itt viszont vannak mentett állatkáink, mert állatmenhelyként, tehát vidramenhelyként is szolgál a Vidra Park, és nem mindegyik vidrust engedjük el, akit éppen felnevelünk, hogy az ide látogatók lássák, és ami a lényeges, hogy a természetes életkörülményei között lássák, akár úszni, akár aludni, akár éppen étkezni. A vidrákat, mivel ragadozó állatok, megfogniuk, megsimogatniuk nem szabad a látogatóknak, látványuk mégis olyan élményt ad a turistáknak, mely miatt érdemes kirándulni egyet a parkba és szemügyre venni annak lakóit. A vidra pár a number van, akik itt vannak, Ali és Luca. Őket minden esetben láthatják az ide látogató emberek. Aztán van egy menhelyi részünk, és most már nagyon sokszor oda is visszünk ki látogatókat. Ott pedig Dana Ábel és Bendegúz, a híres kisvidránk. Őt tavaly talán emlékszerrel beszéltünk, augusztus 2-án kaptuk 2 naposan, hát most felcseperedvén lassan lehagyja az összes többit, és ő végleges lakója marad a Vidra Parknak, őt nagyon piciként kaptuk, és vétek lenne elengedni. Balogh Márta 2007-ben kapta az első kisvidrát, melyet miután felnevelt, szabadon engedtek. Viki után 2 testvérpárt és több elhagyott állatot is gondozott már a park munkatársa, aki úgy tekint a vidrákra, mintha saját csemetéi lennének. Balogh Márta önfeláldozó, lelkiismeretes munkájának köszönhetően 2012-ben örökségünk Somogyország kincse elismerést kapta meg a 14 tavat magában foglaló terület. 10-től 18 óráig minden nap nyitva vagyunk, egyéni látogatóként bármikor ez időtájt látogatható. Csoportok bejelentkezését azért kérem előre, mert esetleg ha 2 vagy 3 csoport torlódik, nem tudok úgy érdembe foglalkozni az emberekkel, mint hogyha mondjuk bejelentkezik, hogy 10 órára ide ér egy csoport, akkor a vidrákról egy kisebb tájékoztatót, vidraetetéses kis bemutatót tartunk nekik, és tulajdonképpen csak is ezért. A Vidra Parkban olyan programokkal is kedveskednek a látogatóknak a szervezők, melyekkel szeretnék még közelebb hozni a vidrákat az emberekhez, illetve hogy minél többen megszeressék az állatokat, a természetet. Ó, azok a csodálatos állatok című mesekönyv író hölgy látogatott el ide körünkbe. Nagyon tetszett neki, de azért, hogy megsúgom a vidráimról is írt, és már a 2. könyvet adta ki, ami elég nagy siker. Ide környékbe is hívják író-olvasó találkozókra, és a vidra mindig nagyon nagy sikert arat a gyerekek, akár a felnőttek körébe. És 11. július 11-én szintén ide fog látogatni. Kézműves foglalkozás, ami a gyerekeknek nagyon nagy örömet okozott most a múlt hétvégén is. 3D-s toltartót csináltak, aztán egy ilyen kis vidratúrát szerveztünk, kilátogattunk, meséltünk nekik a vidrákról, és hasonló programokkal szeretnénk a nyarat így eltölteni.
Július 11-én is 10 és 18 óra között várja az érdeklődőket a Vidra Parkba az írónő és Balogh Márta, valamint az öt kedvenc, Ali, Luca, Ábel, Dana és Bente Gúz. Az iskola udvarán a következő vendégünk Dominkó János. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, szia! Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy véget ért számotokra a 2014-2015-ös tanév. Hogyan sikerült elsősorban a tanulmányi eredményeket illetően? Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon mozgalmas eseményekben és rendezvényekben gazdag tanéven vagyunk túl, és mindenképpen sikeresnek értékelném. Iskolánkban összesen a telepénk együtt 202 tanuló járt az idei tanév során. Ebből 177 tanuló volt az anyaintézményben, a telepén pedig 25. 133 tanulónk lábodi, a többiek bejáróak. A tanulmányi átlagunk 3,7 lett, akárcsak a tavalyi évben, a magatartás átlagunk pedig 4. Én azt gondolom, hogy mindkét eredményre, értékre büszkékhetünk. Jó tanulók, jó gyerekek, szorgalmas gyerekek, megilletik, hogy meg annyi programmal kedveskedtetek nekik az elmúlt tanévben, elevenítsünk fel egy-kettőt. Hát igen, mint említettem, nagyon mondhatni, hogy talán kicsit zsúfolt is volt ez a tanév, ugyanis minden hónapra valamilyen rendezvényünk, eseményünk jutott. Ugye szeptemberben, ha évelejéről indulok, a Szijjágyi Erdei Iskola vette el úgymond a kis maradék szabadidőnket. Októberben papírgyűjtést szerveztünk a tanulóinknak, illetve az ünnepi megemlékezésekre kerültek sor akkor. Novemberben volt a szülőknevelők bája, decemberben a tanulóknak Mikulás délutánt, illetve Mikulás diszkót szerveztek a Diák Önkormányzat patronáló nevelői, illetve a Mindenki Karácsonyában ugyanúgy részt vettek tanulóink. Januárban fél évet zártunk, februárban az iskolai karnevára került sor a művelődési házban, márciusban ünnepi megemlékezés volt, áprilisban földnapi megemlékezésen vettek részt tanulóink, májusban az elmaradhatatlan sportmajális, amit most már azt mondom, hogy hagyománynak tekinthető. Továbbá májusban volt egy mohácsi kézműves tábor, amit ugyan nem az intézményünk szervezett, de az intézményünk pedagógusa kísérte a gyerekeket rá. Júniusban pedig megtörtént a gyereknap, ami egy ilyen családi és sportnapra kerekedett egy pályázatnak köszönhetően, illetve június hónapban voltak még a tanulóink a határtanulópályát keretében meghirdetett felvidéki tanulmányi kiránduláson, ami egy háromnapos program volt, és úgy gondolom, hogy egész jól sikerült. És a nyolcadikosok számára az egyik legfontosabb rendezvény volt a ballagás. Hogyan sikerült az idei évben? Hány tanulótól búcsúztál el? Az idei tanévben a nyolcadik osztályosok közül 16 tanuló, és ez 100% ballagott az intézményünkből. Hála Isten, minden tanulónak sikerült valamilyen középfokú oktatási intézményben elhelyezkedni. Általában Nagyatádot és Barcsot részesítették előnyben a tanulóink, de volt egy-egy fő, aki Csurgóra, egy fő költözés miatt Dunaújvárosba, illetve egy fő, aki Kaposvárra került. Jó sikerült ez a rendezvényetek is? Én úgy gondolom, hogy a ballagás is szerencsénk volt az időjárás tekintetében, jól sikerült, illetve hát ugye egybetartottuk a tanévzáró ünnepélyünkkel. Ahol gondolom meg annyi kövjutalom is átadásra került. Így van. Igyekeztünk a tanév során jól teljesítő tanulókat különböző díjakban részesíteni, illetve voltak büszkeségeink, akikre én úgy gondolom, hogy fölnézhetünk és pozitív példaként állíthatjuk a többi gyerek elé. Például a sajátos nevelési igényű tanulók esetében szervezett szépíró versenyen országos 5. helyezést ért el Orsós Kármen, ami én úgy gondolom egy nagyon szép eredmény, illetve a megyei történelmi versenyen első helyezést ért el Böhm Krisztina, ami szintén egy szépnek mondható, illetve ott 6. helyezést ért el Nagy Liliana. És hasonló megyei és régiós versenyekben is részt vettek tanulóink, ahol esetlegesen nem ilyen első 10-ben, de én azt gondolom, hogy a 15-16. Hely is nagyon szép, és a történelmi első helyezettünk, ugye az országos versenyen is részt vett, ahol 15. helyezést ért el, országos viszonylatban én gondolom, hogy ez nagyon szép helyezés. És véget ért a tanév, egy kis nyári szület következik számotokra, illetve a gyerekek már javában töltik. Ti gondolom az elmúlt pár napban kezdtétek csak meg ezt a szünidőt, hiszen ugye zárásokat kellett csinálnatok, statisztikát, stb. Hogyan folytatódik számotokra a nyári, illetve mikor is kezdődik a következő tanév?
Igen, hát nekünk sosem addig tart egy tanév, mint a gyerekeknek. Rengeteg olyan dolgunk és feladatunk van még a nyár folyamán, amit el kell, hogy végezzünk. Az egyik, ami kimondottan nagy feladat a számunkra, az, hogy a következő tanévtől Nagykorpáli telephelyünk 3. és 4. évfolyama bekerül ide a főintézménybe. Ez elsősorban az idegen nyelv, illetve az informatika oktatás miatt került így úgymond átszervezésre, egy ilyen belső átszervezés folyamán. Ez azt jelenti, hogy a Nagykorpáli telephelyen lehetőségünk lesz kialakítani egy tornaszobát az ott maradó első-második osztályos tanulóknak, illetve mivel ez most már több mint 30 fő Nagykorpáli tanuló mozgatását érinti, így az iskolabuszt, illetve hát a Volán által szervezett menetrend szerinti járatokat kell még egyeztetnünk, illetve elő kell készítenünk itt a befogadását is ennek a gyerekcsoportnak az intézményen belül. Emellett beadtunk egy pályázatot, a TAMOP 3EG4 C14-es pályázat, ez az innovatív iskolák fejlesztése második ütemű pályázat, ahol sikerült elnyernünk a megpályázott összeget. Ennek a keretében rengeteg olyan plusz feladatot szeretnénk a következő évben is megvalósítani, olyan rendezvényeket tartani, olyan plusz foglalkozásokat tartani a gyerekeknek, amire most a nyár folyamán elő kell, hogy készüljünk. Szeptember 1-én jönnek a gyerekek először iskolába? Így van, szeptember 1-én jönnek először iskolába, ha a tanévnyitó ünnepét nem számítjuk. Az lesz az első tanítási nap, ugye ez egy keddi napra esik, ha jól tudom, de előtte lévő nap, tehát hétfőn délután szeretnék megtartani a tanévnyitó ünnepét. Időpontot tudtok már? Konkrét időpontot még nem tudunk, amint ezt leegyeztettük már, ugye azt majd alakuló értekezlet után ezt a nevelőkkel egyeztetve hirdetni fogjuk különböző médiákon keresztül. Köszönjük szépen, János, a beszélgetést, további szép nyarat kívánunk nektek. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Köszönjük. Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó természetfotós legyen? Erre a kérdésre a választ csakis egy olyan ember tudja megadni, aki hosszú évtizedek óta ennek a szakmának, vagy inkább hivatásnak szenteli életét. Bágyi Ferencet, aki magát csak fényrögzítő erdei munkásnak hívja, beválasztották a világ legjobb 20 fotósa közé. A nemzetközi hírnével rendelkező szakember legutóbb Nagy Csallérban tartott előadást az érdeklődőknek. A gondolat onnan jött, hogy a lábodi fiataloknak tavaly meg lett hirdetve egy természet és környezetünk fotózása, és hát ezt a műfázba szépen össze is hozták, egy kiállítás volt tavaly. Nagyon érdekes, egészen jó képességű embereknek a képei jöttek össze. Magam is csodálkoztam rajta, és akkor elhatároztam, hogy fölvetem a témát, hogy esetleg hajlandók volnának-e egy komoly embert meghallgatni, aki nemzetközileg is elismert komoly szakember. Galam Gábor és Bágyi Ferenc évek óta baráti kapcsolatot ápolnak egymással, így az egykori vadászati igazgató felkérésének nem tudott nemet mondani a fotográfus. Nagyon kevés embernek van arról igazán fogalma, hogy valóban mit jelent a természet fotózása. Mennyi időt, energiát, türelmet, pénzt jelent az, hogy az ember természet fotózása foglalkozik. Természetesen, ami mögötte van élmény, az az igazán a fizetség. Balatinec István karolta fel a fiatalokat és szervezte meg a programot közösen dr. Galam Gáborral. Bágyi Ferenc abban a szerencsés helyzetben van, hogy a munkája egyben a hobbija is. A népszerű természetfotós több mint 40 éve fogott először fényképezőgépet a kezében. Ezt sose fogom elfelejteni, mert akkoriban született a fiam. Gyerekkocsira volt félretéve a pénz, én megvettem belőle egy fényképezőgépet, ami embertelen óriási botrány lett belőle, még az anyósom is úgy üvöltött, hogy az nem igaz, és akkor mondtam, hogy hát most mit, hát 6 hónap a gyerek megy magától, én meg addig viszem a karomon, de aztán lett gyerekkocsi is, úgyhogy ezért nem tudom elfelejteni a dátumot, és ez pont 46 évvel ezelőtt volt. És hogy hogyan válhat valakiből jó természetfotós? Bágyi Ferenc szerint nem elég csupán a méreg drága felszerelés. Ettől sokkal fontosabb az ember, aki a gép mögött van. Nem egyszerű dolog természetfényképezés. Hogy mondjam, nagyon, ha valaki, a fényképész nem rendelkezik az előfeltételekkel, aminek itt bent kell lenni, akkor még nem azt mondom, hogy katasztrófa is lehet, de nem egyszerű.
Az amatőr fotósok elhalmozták kérdéseikkel Bágyi Ferencet, aki készségesen válaszolt a jelenlévőknek, míg arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna nekik, hogyan válhatnak sikeres fotósokká, röviden így felelt. Először is a természet fényképezésnek, meg sok mindennek a bázisa az idealizmus. Na most az idealizmust azt nem lehet megtanulni, az vagy bent van a szervezetben, vagy nincs, kész. Na most, hogy mondjam, a mai világban, aki helyt akar állni, óriási terhek nehezednek a fotósokra. Na most megtanulni nem lehet, vagy van, vagy nincs. Ugyanúgy, mint egy nem minden ember tud 2 méter 20 centit magasba ugrani. Ezek egész más fából kell, hogy legyenek. Bágyi Ferenc kedvencei a fehérfejű sasok, melyekért egészen Alaszkáig utazik feleségével együtt. A madarak mellett azonban az erdei emlősállatokat is szívesen fényképezi a fotográfus, aki több százezer képpel büszkélkedhet már szerte a nagyvilágban. Eddig körülbelül, ha én úgy hirtelen összeszámolom, több mint 300 000 képet csináltam, és mindegyikhez van élmény a háttérbe, amit a néző nem tud. Tehát minden kép egy sztorival van összekötve. Na most, hogy ebből melyik a legjobb, ez nagyon nehéz kiemelni. Ez olyan, ha valakinek vanna ugyanennyi gyereke lenne, és melyiket szereti a legjobban. Nem lehet. Egyik ezért kedves, a másik kép azért kedves, a harmadik azért kedves. Nagy Csalérba is, mintha már hazamenne Bágyi Ferenc, hiszen a lábadi vadászterület erdőit is úgy ismeri, mint a tenyerét. 1991-ben kerültem ide, Lábodra, a akkori Pirsnek a szerkesztője volt meghívva ide egy vadászatra, ő meg felhívott engemet, hogy elkísérném-e őt, tehát mint fotózni is, meg mint tolmácsnak. Hát persze örömmel vállaltam, vadászok közt vagyok, azt szeretem is, a mai napig tanulok tőlük. És akkor kerültem én először Lábadra. Én addig Gemencre, Gyulajra, meg a Pilisbe jártam, és valahogy itt rekedtem. A kötetlen beszélgetési átalakult programon végül abban állapodtak meg a jelenlévők, létrehoznak egy fotoklubot, ahol nem csak tapasztalatot cserélnek, de újabb ötleteiket is megosztják majd egymással az amatőr fényképészek. Utolsó helyszínünk a Vadászati Múzeum előtt állunk, vendégem Róka Ottoni, népművelő. Jó estét, szia Szilvi! Szia Viki, jó estét kívánok! Beszélgessünk akkor arról, hogy az elmúlt időszakban ugye a nyári múzeumok éjszakájára került sor. Elevenítsük fel, milyen programokkal vártátok a falubelieket? Június 20-án az országos programhoz kapcsolódva megrendeztük ismét a múzeumok éjszakáját Lábodon is, amelynek helyszíne a Vadászat Történeti Múzeum és a Művelődési Ház volt. Sajnos az idő egy kicsit közbeszólt, úgyhogy a kintre tervezett programokat be kellett vigyük a nagyterembe, és az érdeklődés is ennek arányában a rossz időnek tudhatóan kicsit a tavalyitól elmaradt. Ennek ellenére színes és változatos program volt, ugye a Szivárvány duó is eljött, illetve Fülöpárti könyvét is megismerhették az érdeklődők. Ők egy közeli településről érkeztek, fogalmazzunk így. Igen, Nagyatádi a Fülöp Márti, ő neki jelent meg mesekönyve és verseskötete, és ennek apropóján kiállítottuk a mesekönyvéhez készült illusztrációkat a Vadászattörténeti Múzeumban, valamint vásárlásra is nyílt lehetőség, még a könyveinek egy-egy példányát lehetett a helyszínen megvásárolni. Ezt követően a szintén nagyatádi származású Szivárvány duó lépett fel, amit már viszont a Művelődési Ház nagytermébe kellett bevigyünk a rossz időjárás miatt. Őket követte egy rajzpályázat eredményhirdetése, amit is az általános iskolás korosztálynak hirdettünk meg, megelőzve a programot, hogy rajzoljanak valami természetről, a múzeumról, tehát egy kicsit szabadabbra hagytuk most a témaválasztást. Elég sok gyermekrajz érkezett, és ebből a kategóriából választottunk ki alsósokból is, és a felső tagozatból is 3-3 rajzot. Azért mondtam, hogy választottunk ki, mert most rendhagyó módon nem zsűri volt, hanem az eseményen résztvevők szavazhattak a helyszínen. A rajzok sorszámát kellett egy urnába dobni, amit összesítettünk, és így született meg az eredmény. 3 alsós kisgyerek és 3 felső tagozatos kisgyerek kapott könyvjutamat és oklevelet.
És emellett nem múlhat el úgy program itt a településen, hogy kézműveskedésre hívjátok a gyerekeket, az érdeklődőket az idei évben, illetve ezen a rendezvényen mit készítettetek? A tavalyi évhez hasonlóan az idén is készítettünk úszómécsest, amit elsősorban a gyerekek élveztek, és a rossz idő ellenére azért levittük a tóra és elengedtük sötétedéskor, és nagyon jó kis program lett a végére, még ha az időjárás nem is fogadott a kegyeibe bennünket. Mikor összefoglalva mondhatjuk azt, hogy egy eredményes rendezvényen vagytok túl. Igen, mindenképpen. És ha már akkor a gyerekekről beszéltünk így a végén, akkor elevelítsük fel, hogy a gyerektáborról az idei esztendőben mit kell tudni. Hány napos is volt? A gyerektábor a szokásos hétfőtől péntekig tartott, ami szintén a művelődési ház volt a bázisa, aztán Zamártiba látogattunk a kalandparkba, egy napot eltöltöttünk a Vidra parkban, és a többi napon szintén az időjárásnak köszönhetően a tájházi túrát ki kellett hagyjuk, de a művelődési házban töltöttük el az időt a gyerekekkel. Szintén kézműves foglalkozás természetesen volt, az utolsó napon tábortűzzel, szalonnasütéssel. A gyerekek élvezték, mi is jól éreztük magunkat, úgy összességében jól sikerült ismét a program. Ki volt a főszervezője ennek a programnak? A program a Nők Lábodért Egyesület kezdeményezésére, a Művelődési Ház és a Családsegítő Szolgálat közös rendezvényeként kerül megrendezésre már évek óta. Lesz a folytatása? Eredményes volt-e ez a rendezvénysorozatotok? Mindenképpen tervezzük a folytatást, ha pályázati lehetőségünk van, mindenképpen élünk vele, eddig minden alkalommal sikerült kihasználnunk. Ha nincs, akkor is megrendezzük, akkor kicsit szerényebb keretek között, de a programok meg lesznek. És programokból nem lesz hiány, hamarosan egy falunapra csábítjátok a lábadiakat. Mit kell tudni erről az eseményről? Ki lesz a sztár vendég? Rendhagyó időpontban, július 18-án kerül megrendezésre az idei falunap. Szintén úgy gondolom színes programokkal várjuk a résztvevőket a művelődési háznak és a múzeumnak az udvarán. A fellépők között szerepel a Dredés Doris zenekar, Ricsi fiú, ő egy humorista, aztán a Nagyatádi Kötélugró Egyesületnek a tagjai fognak nálunk bemutatkozni, és idén először egy szokatlan fellépő lesz, egy tűzzsonglőr, tűztáncos fogja az estet zárni, amivel ugye meg kell várjuk a sötétedést, de reméljük, hogy maradandó élményt fog jutani. Köszönjük szépen, Szilvi, és akkor további szép nyarat kívánunk neked. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, e havi magazin műsorunk végéhez értünk. Tartsanak velünk egy hónap múlva is. További szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra. Szavak csengenek, a fülembe zengenek, a fejembe belemásznak, a lelkemben muzsikálnak. Belső Somogy egyik legszebb strandja a Nagyatádi. A fürdőben egy 50 méteres feszített víztükrű úszómedence, egy élménymedence csúszdákkal, egy gyógyvizes termálmedence és egy gyermekpancsoló található. Gondozott, zöld területe ideális a kikapcsolódásra, a játékra, s az ingyenes wifi elérhetőségnek köszönhetően internetezhet is a fürdőben a vendégek. Az intézményben új szolgáltatások is bevezetésre kerültek. A vízi pingpong, a vízi kosárlabda és a kapuk idősek és fiatalok kedvenc elfoglaltsága lett. Szombaton és vasárnap 14 és 16 órakor aquafitnessen vehetnek részt a mozgás szerelmesei. Emellett a sakktáblát, a röplabdapályákat és a futballpályákat is ingyenesen használhatják a kikapcsolódni vágyók. Felnőtteknek 1400, gyerekeknek 600 forint a belépő. Ettől a szezontól bankkártyás fizetésre is lehetőségük van a vendégeknek. A mozgáskorlátozottaknak 20% kedvezményt biztosítanak a fürdőbelépő árából. Hétfő, szerda és pénteki napokon kedvezményre jogosulnak a nagycsaládosok, illetve azok a kísérők, akik gyerekekkel érkeznek strandra.
Az atádjegyet pedig azok vehetik igénybe, akik lakcímkártyájukkal igazolják, hogy Nagyatádon laknak, míg 16 óra után mindössze 900 forintért fürdőzhetünk az intézményben. A Városi Strand július 1-től reggel 9-től este 8 óráig tart nyitva. Látogasson el ön is a nagyatádi fürdőbe, és élvezze a strand által kínált szolgáltatásokat.